Ha minden igaz, akkor elindult a live. F1 17-es karriermód utolsó előtti futam következik Brazíliából. És lépek is befelé a játékba. Az előző nagy díjon gondolkodom, igen, az Vettel nyerte, illetve a második Bottas lett a harmadik, ugye Bottas büntetése miatt. Ha jól emlékszem, Hamilton lett a negyedik, Räikkönen és Ricciardo sorrendben, és így Hamilton meg is nyerte a VB címet, akárcsak tavaly, ugyanúgy itt is, Mexikóban. És akkor a nagyreményű motorcsere és turbófeltöltő csere után visszakényszerülünk az utolsó helyre, azon gondolkodtam, hogy még egy váltócserét is be kéne itatni, de azt mindjárt meglátjuk. Szevasztok, szevasztok, üdvözlök mindenkit! Ez most ilyen teljes verseny hétvége lesz. És hogyha jól emlékszem, akkor az előző nagydíj után nem mutattam meg a tabellát, annyira el voltam foglalva az Ericsson féle baromsággal. Úgyhogy akkor nézzük is, Hamilton 52 ponttal vezet. Ugye két futammal a vége előtt, Bottas előtt. Köszi szépen közben a hostok, a szevasztok, szevasz Carpe diem, sziasztok! Bottas pedig 2 ponttal vezet Räikkönen előtt, Vettel már eléggé lemaradva, és ami a meglepetés, hogy én csak 8 pontra vagyok Vetteltől, de hát nekem az 5. hely is bőven belefér. Ricardo 7 ponttal vezet Verstappen előtt, és Perez az utolsó olyan versenyző, aki már több mint 100 pontot szerzett. Messze tőle a házban Grosjean, és pont egyenlősége Sainz Hülkenberg. Magnussen 18 pont, Kvyat 15. Massa 10 és Alonso szerzett egyedül pontot a McLarennek egész évben 18 futam alatt. Palmer, Stroll, Van Dorn és a két Sauber nem szerzett pontot. Úgyhogy akkor mehetünk is. Szevasz Leo, szevasz, szevasz Carpe diem Gyuri, szevasztok. Üdvözlök mindenkit. Megjött a CD kulcs, pont a live előtt jött az e-mail az F1 18-hoz, úgyhogy live után majd elkezdem tölteni én is. De befejezzük az F1 17-et. Mindenképpen ezt a két versenyt, ezt már természetesen mixed condition lesz. A rivális versenyt azt megnyertem Ricardo ellen, úgyhogy már ugyan mindegy, hogy kit fogok kapni. És akkor nézni kéne, ugye a legrosszabb alkatrészek vannak bent, első szabad edzés következik, és 19%-os a váltó. Én azt mondom, hogy ugyan mindegy, ha cserélek egy váltót is, mert utolsó helyről rajtolok, úgyhogy mehet be egy hatodik. Még annyit írjatok már meg nekem, hogy a hang az jó-e. Mert nagyon régen nem live-oztam, az OBS is most frissített. És akkor hatodik egység kerül be a motorból, MGU-K-ból, MGU-H-ból, az energia store-ból, a turbófeltöltő, és akkor még egy kontroll elektronik is, mindent akkor mindent cseréltem. Oké, köszi, Leo, oké. Instant Gaming így van, küldték az e-mailt, hogy megjött a CD kulcs. Nézzük akkor, hogy hogy áll a konstruktőr. 93 ponttal vezet a Merci, a Ferrari előtt, mi pedig jövünk a harmadik helyen Perezzel, hát ha meg tudjuk tartani. 269 a negyedik a Red Bull, 85 pontos a Haas, 35 a Toro Rosso, Renault 20, Williams 10, McLaren 7, és a Sauber nem szerzett pontot eddig. És akkor így alakult eddig a szezon. 3 győzelmet sikerült összehozni. Lehetne ez 5 is, de 2-t ugye eldobtam magamtól. Ez az előző mexikói nagydíj, ez kibaszottul izgalmas volt, mind az időmérő, mind a futam. Ahogy elindult az eső, és aztán a végére elállt az eső, ez hatalmas volt. 5. helyen, ugye egy óvatos 5. helyen kezdtünk Ausztráliába, Kínába jött egy 3. hely, utána feljebb vettem az AI szintjét, és akkor következett a 3. 6. hely. Természetesen a Monakóban a boríték volt kiesés, Kanada 3. hely, annak örültem mindenképp, Bakút meg tudtam nyerni, 2. negyedik hely,
Magyarországon ugye utolsó helyről 8. hely, Belgiumban az első helyről a kiesés, Olaszországban az egy fullos hétvége, pole pozícióból rajtszélgyőzelem, Szingapurban az eldobott győzelem, ugye az első helyről boxutc áthajtásos büntetést kaptam, Malajziában utolsó helyről 8. hely, Suzukában ugye 6. hely a másik mumus pálya, Austint sikerült megnyerni, ugye azt a pályát is szeretem, igaz nagy szerencsével sikerült megnyerni, Mexikóban pedig ugye a második hely. Úgyhogy eddig két olyan futam volt, ahol az utolsó helyre rajtoltam, és mind a kétszer 8. helyen értem célba, úgyhogy ezt is erre is kíváncsi leszek. Az érdeklődések azok meg aztán passz, ezek egyáltalán nem is ilyen Toro Rosso Renault Haas, ez egyáltalán nem is érdekelne. Majd lehet, hogy a véleményeteket azt kikérném, hogy hol kezdjem el a karriert. Ugye azt mondtam, hogy a Mercivel kéne már elkezdeni, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek. Lehet majd rakok ki egy szavazást, vagy nem tudom. This weekend we're at the Autódromo José Carlos Pache. It's the Brazilian Grand Prix. Turns 1, 2 and 3 that form the center S are a series of tight left, right, left turns that really are an extremely difficult sequence of corners to master. The first turn runs downhill left-handed and provides massive understeer. It's then followed by a fast right-left combination through the Curva do Sol and onto the Reta Aposta straight. Added in 1990, when F1 Racing returned to Interlagos, it is fitting that one of the best corners on the F1 calendar takes its name from one of the sport's greatest drivers, Ayrton Senna. Get this section wrong, and you'll leave yourself open for the overtake on the approach to turn 4. Hát igen, gondolkodtam a Mercin, hogy ott kéne, de gondolkodtam azon is, hogy maradni kéne a Force Indiába. Azt majd meg lehet csinálok egy szavazást akkor. Na nézzük azt az időjárást. Azt mondott Kárpe. Hát a Sauberbe biztos, hogy nem megyek. Első szabad edzés rendben lesz, második rendben lesz, harmadik rendben lesz. Az időmérő közepén lesz egy kis eső, és a futam végén lesz egy kis eső. Hát ez még úgy talán belefér, úgyhogy nem lesz heavy rain legalább. Oké, okay. Akkor kezdhetjük is a pályabejárót. Merci legyen? Hát csak az a baj, hogy Abu Dhabi, úgy akartam volna, hogy most Abu Dhabi után hát ha ajánlanak egy szerződést, de hát leszarják a fejemet. És akkor teljesen új váltóval, és lassan 90%-os alkatrészeket, de hát ez az első szabad edzés, úgyhogy ez még így bele is fél. Egész hétvégén felhős lesz az idő. Nem lesz napos rész. Egész hétvégén felhő lesz. Szeretem ezt a pályát, úgyhogy mindenképpen egy jó eredményt kellene elérni. Sajnálom, hogy itt kellett alkatrészt cserélni, mert Abu Dhabiba azért jobb lett volna a két egyenes miatt. De 60%-os turbófeltöltővel meg motorral nem indulok neki egy futamnak. Hát az már az előző nagy díj végén pofázott a mérnök, hogy gond van.
Már esőcseppek vannak a kamerán. Rengeteg gameplayt néztem az FF18-ról az elmúlt... Hát amióta nyomják a videókat kifelé, másfél hétben. És... Hát nagyon kíváncsian várom. Nem akarom... Opa! Egy kis lag. Nem akarok elhamarkodottan beszélni róla, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Arról nem volt szó, hogy az első szabad edzésen is esni fog. Nem hiszem, hogy leszek az FF18 tesztem. Sőt, azt sem biztos, hogy tudom nézni élőbe. Hétvégén már belga nagydíj, ugye holnap szabad edzések. Jövő héten meg már egyből olasz nagydíj. Azért. Nem értem át még a szélegyenesen, majdnem visszaléptem a boxba. Az összes lila! Na hát ez nálam kibaszott túl ritka, hogy az összes kanyar lila legyen. Na, az fasz a Leo. Igen, igen, nekem is nemrég jött meg. Azt mondja, hogy... Teljesíteni kell egy kört két különböző... beállítással. Jó. Láttam már a képeket, hogy többen töltik elő. Én azt hittem, hogy 50 gigás lesz a játék, de csak 23,6-ot írt a Steam, bár mondjuk lehet, hogyha felpecseli, akkor több lesz, de 50 gigára emlékszek, hogy annyit írtak. És szakad a kibaszott eső. Hát nem erről volt szó. Egy mért kört még kibírok talán. Hát már csúszkál. Valaki érkezik mögöttem, valami rakéta. Ah, merci az. Jó. Hát akkor ez kibírod, haver, amíg körbe megyek.
vagy kitolsz a pályáról. Jó lett volna elérni itt is egy fasza eredmény, de hát így az utolsó helyről így... Én nem tudom, nagyon meglepett, hogy két futam alatt 60%-osra ment a turbó feltöltő meg a motor is. Ez kurvára meglepett. Ilyen nem is tudom, hogy mikor fordult elő. Jó, hogy kitapostam mind a két versenyen a lelkét, de hát... Lehet az is szerepet játszik, hogy a megbízhatóságára semmit nem fejlesztettem egész évbe. Hello, Dani. És be is jött a Merci. Opa! Viszont amik történtek az elmúlt hetekben, ezek az átigazolások, így most már a 19-es szezon meg még jobban várom. Mivel ugye egyszerűsített lesz az aerodinamika is, így még jobban várom. Meg ugye az átigazolások is. Eléggé meglepő átigazolások történtek, ugye. Ricardo az nagyon meglepett. Hát biztos voltam benne, hogy marad a Red Bullnál. Mondjuk maga Helmut Márkó is azt nyilatkozta valamelyik nap, hogy őt is meglepte, hogy Ricardo lelépett. És azt mondta okoknak, hogy szerinte Ricardo nem bízik a Hondában, ezért lépett le. Lehet benne igazság, abszolút. Meg a Renault gyári csapat, a Renault-nál első számú versenyző lesz. Úgyhogy lehet, hogy már a fasza ki volt vele, hogy Verstappen elállandóan szórakoztak. Meg lehet nála most az idei Baku tette be a kaput Ricardónál, amikor azt mondta, hogy na jó, akkor ebből elég volt, ebből a szarból. Mikor Bakuba összementek. Szerintem ő már ott eldöntötte, hogy jó, akkor ennek elég is. Lehet, hogy titkon bízott abba, hogy Räikkönen visszavonul, vagy hogy Bottast kikúrják. Jó, mehetünk a második szabad edzésre. Na, mit kéne berakni, hogy jó legyen? 66%, 73, 73. ...68 volt a turbó feltöltő. 68%-ra ment fel két futam után. Az amerikai meg a mexikói nagy után két kibaszott futamot bírt ki. Azt a mindenit. Köszi a követéseket közben. Igen, igen, Kárpe. Igen. Igen. Én azt olvastam tegnap, hogy két év. Még két évet lehet, hogy aláír. Jó, mert nem az, nincs vele úgy problémám, mert... Hagy legyen itt csak. A fiataloknak megy az idő, az a baj.
meg olyanoknak, akik erősebb autót érdemelnének. Természetesen hulla utolsó vagyok, 5,5 másodperces hátrányban. ...98 pontot kapok. Hát ha összegyűlik az 500 pont, lehet rádobok egy fejlesztést a izére, a turbó feltöltőre. Hol van? Itt van 500 pont. Azt lehet, hogy arra rádobok egyet. Már az aerót azt hanyagolhatom. A kasznihoz és a motorhoz nem nyúltam hozzá egész évben. Hát Ricsi, hogy mondjam, gáz volt. Gáz volt ez a huszti féle kiállítás, és ott össze is omlott minden. Úgyhogy két idegen belőtt gól az Athénnál, az már ott kapufa, ők már tovább is jutottak. De nem baj, mert végül is Európa Ligába indul a Vidi, úgyhogy az annyira nem nagy veszteség. Így van Carpe Diem, így van. Ahogy mondod. Így van. Ez valahol kurvára igazságtalan. Igen, igazad van. Okay, let's talk about this track. Plenty of work to do today. We're gonna want a car with a positive front. Igazad van, tökéletesen leírtad. De ki tudja, mi történt a 14-es szezon végén, hogy eligazolt. Hát a 14-es szezonban egy rakás szar volt a Ferrari. Ki tudja, mi történt ott. Lehet, elküldött mindenkit a picsába. Aztán azt mondták, hogy jó, akkor menjél te is. Nem tudni, mi történt. Aztán ugye a 15 jött, a 15-ös szezon, és a második versenyt egyből megnyerte Vettel. Ugye a Malaj Dantyot. Szerintem itt most mind az öt kört le fogom nyomni, hogy legyen egy kis rutina a pályán. Ugye elég lenne csak hármat, de legurítom mind az ötöt. Super job so far, we're getting great data. Stay focused.
Kíváncsi leszek erre a belga nagydíjra is, ami most a hétvégén lesz. Az éppen hogy meglett. Super job so far, we're getting great data. Stay focused. Éppen hogy tudom tartani az időket, éppen hogy. Jó, hosszú futam lesz ez is. 35 vagy 6 kör. Opa. És védi. Vagy védte a belsőjét, vagy el akart engedni, de box diszlep. Lehet el akart engedni, csak nem számított arra, hogy belülről érkezem. Megmondom, direkt be akartam tenni mellette. De így is rendben lesz most már. Hú, jól elkoptak a gumik. Az fasza lesz. Ötszázzal berepülünk a boxba, és akkor jöhet a harmadik szabad edzés. Carpe Diem, te megvetted, vagy megveszed a 18-ot? És akkor így van a harmadik szabad edzés.
Nem tudom, frissítettem egyet a chatem, mert azt hittem, hogy lefagyott az egész. Megértelek, Árpedien, megértelek. Na, mehetnek be az új alkatrészek az időmérős feladatra. Mondjuk még az Energy Store csak 41%-os. Akkor azt rakom be. Hetven már a turbó feltöltő. Na most így, hogy altaboztam, remélem nem fog késni a hang, mert nálam általában ez szokott lenni. És akkor egy tizedik helyig. Attila, köszi a követést. Perez 1,1-re. Az azért bíztató. Mondjuk a többiek lágyon jöttek. ...365 pont. Nem, Carpe Diem, azzal már nem lesz szenvedés. Ezt mondtam Leónak is pont, hogy ugye ő mindig McLarennel kezd, és az utóbbi 3 év legjobb McLarennyével tud elkezdeni karriert, úgyhogy nem lesz most hátul versengés a Sauberekkel, meg mit tudom én, a két Williams-el. De például B. Dávid azt mondta, hogy ő nem tervezte meg benne a játékot, de mivel ez lesz Alonso utolsó autója, így megveszi a játékot. Tehát megértem őt is. Utolsó szezon és az utolsó autójával még akar menni. Nem késik a hang, hogy altaboztam? Azt a váltásoknál nagyon jól lehet látni. Meg a féktávokon, Leónál is mindig ott csúszott el a dolog. Oké, Dani, köszi. Nagyon boldog vagyok, hogy valaki ki fog jönni elén, de sikerül lehagyni. Thank you.
target time. We're happy with that. Úha, hogy elvesztettem az előnyt a középső szektorban. Bukta, nem baj, jó lesz a zöld ennek is, annyira nem erőltetjük túl. Bogzisz le! Patrick, köszi a követést, így van Leo, így van. Ő volt az egyetlen. Az igen, KPDM, 5 évig tehet, azt a kurva. 5 év alatt. Na hát most már nem lesz ilyen gond. Ez a McLaren Renault, ez már jó lesz. A játékban is úgy van beállítva, hogy jobb, mint a valóságban. Igen, Patrick, nekem is megjött a kulcs. Leónak is megjött, Robinnak is megjött a kulcs. Hát én már augusztus 1-én előrendeltem. Hát lilára sajnos nem tudtam megcsinálni, de hát ez van. És akkor az Energy Store-t is berakjuk az újat. A 6 percbe telne csak. 21%-os a központi elektronika, az maradhat. Interesting practice session there then. Let's remind 1,1-el maradtam el. Az nem is rossz. Bottas and Daniel Ricciardo. That concludes an interest. És akkor az időmérő. Lenyomom az időmérőt is, mert ugye a csapat elvárás az kell, de hát ugye hulla utolsó helyről fogok rajtolni. Mindent kicseréltem az autóba. 422 pont. Időmérő végére, ha minden igaz, meg lesz az 500. Nem mondod, hogy még év végére még egy rivális bebasztok hozzám. Verstappen. Az jó. Verstappen mögöttem van a tabellán. Sőt, még Ricardo mögött. És akkor így van a szokásos 7. vagy jobb hely is Verstappen. Legyőzése a cél. Mehetünk szerintem a Q1-re. So it's time for qualifying here at Interlagos. The Autodromo Jose Carlos Pache.
The teams have completed their preparations and are just waiting for the pit lane to open before they take to the track. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced. És a 10-es rajtszámot jövőre már el is felejthetem. And that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Okay, you should be able to get into the next qualifying session easily. Három és fél elég, szuperlágy, és akkor nyomás kifelé. Úgy nem néztem meg, mikor jön az eső. Na mindegy. Majd ha visszajöttünk, úgyis csak egy kört megyek. Kilencven százalékos még mindig az alja, az nem tudom milyen szint, legend talán, vagy master, nem tudom már. De azt már elég régóta így nyomom, meg már így is marad. És valószínűleg 18-at is így kezdem. Másfél tizedre Vettel lágyas körétől. Bogdislap. Hát elhiszem, Patrik. Nekem is biztos fura lenne. És 15 perc az esőig, az azt jelenti, hogy már a Q2-ben meg fog jönni az eső.
less than a lap of fuel now. The tank is empty. Na ez még meg tudja kavarni a dolgokat. Ugye láthattuk Mexikóba is, hogy a Q2-ből felborított mindent az eső. Tudom miről beszélsz, Patrik. Tudom miről beszélsz. Verstappen 15 ezreddel ment jobbat. Räikkönen egy másodperccel majdnem. Bottas mögöttem a lágyon. 3 tizeddel. Legjobb utolsó szektorra. Na jó, van, tekerjük a... Vagyis nem tekerjük az időt, hanem megnézem az idő, az időjárást. Húsz perc. Húsz perc múlva jön és végigesni fog ezek szerint. Nem, hát 90 perc múlva eláll, de hát az már nem most nem szoroz. Eddig az a ötödik hely, ez nagyon jó, csak a többiek többen is lágyon. Räikkönen nagyon kemény kört ment. Eddig ez a hatodik hely, ez nagyon fasza lenne. És akkor Perez kapott tőlem egy 4,5 tizedet. Az úgy nem rossz. Kiesik Wehrlein, Ericsson, Kwiat, Van Dorn és Stroll. Alonso éppen hogy tovább jutott. Mennyivel? 13 ezreddel. És akkor Ricardo, Hamilton, Vettel, Bottas ment lágy keveréken. Jónak ígérkezik Patrik, de lesznek vele bajok. Szerintem is, már Interen. Úgyhogy a Q2-re meg is érkezett az eső, tankolunk is az autóba. Nem kéne az összes Intert elherdálni, mert a futam végén is esni fog. 3 szett Interen van. Egy ide, meg még egy a Q3-ra, és akkor egy marad a versenyre. Na majd meglátjuk. Na milyen diakra jelölték akkor, Patrik? Mondjuk a 17 az kapott jelölést? Egyáltalán. Na itt most addig fogok menni, míg ki nem fogy az üzemanyag. Hát a Forza Horizon 4-et is nagyon várom. Az is előrendelős lesz. Igen, Dani, én erre értettem a problémákat, nem a bugokra, Dani. A izére, az aira, amit te mondasz. Tehát az kritikán alul megint csak. Igen, Patrik,
Én azt is elő fogom rendelni, bár úgy annak tudatában, hogy olvastam róla elég sok rosszat, a FIFA 19-et. Bár így is meg fogom venni. Igen, olvastam, Patrik, hogy a bétával nagyon-nagyon-nagyon nagy problémák voltak. Sőt, én olyat olvastam, aki bétázott, hogy minden idők legrosszabb bétájával játszott, és hogy ilyen krízis szinten van most jelenleg a FIFA 19. Hát ilyen borzasztó állapotban. Nem is tudom, hogy a picsába csinálták ezt. Szevasz Máró testvérem, szevasz! A 9/10-re Bottas, az nem rossz. Ugye Mexikóban sem volt rossz szám az autó, Heavy Rainben. Na már valaki utol is ért. Bottas javított a körén. Az egyik Ferrari ért utol, hát persze. Jó, akkor box lap. Szerintem elég is volt a Q1-ből, a Q2-ből. Igen, láttam, Dani, hogy az ausztrál srácot Bottas lezúzta. Igen, Patrik, ugyanezt olvastam én is a FIFA-ról. Mondjuk ebben igazad van, lehetetlen lesz a bétára, vagyis hát a demóra már kijavítani ezeket a bugokat. Meg maga a teljes játék megjelenéséig, azt mondod? Lehetetlen? Hát akkor lehet, hogy megint úgy lesz, mint tavaly, hogy egy másfél gigás patch-el kezdtük a napot. Egy ilyen D1 patch-el. Na, nézem az időket. 9,5 és 9/10, az nagyon jó. 1/10-re Perez. Akkor nem jó. Akkor nem volt jó az idő. De nem baj, tekerem, hát most nem fogok kijönni. A Perez azért többel kellett volna verni. Hetedik, nyolcadik helyen. Azért az már csak belefér. És így is van, 7.-8. helyen. 1,1 lett végül Hamiltontól a különbség. És akkor Palmer, Sainz, Alonso, Hülkenberg és Magnussen esik ki. Massa és Grosjean jut tovább velünk a Q3-ba. Palmer már 2,2-t kapott. Igen, tekerek az időn, jaja. És akkor, ha minden igaz, akkor van még két friss light szettem. És egy marad a versenyre.
és a verseny végére írta az esőt. Jó, akkor mind a két szettet felhasználom most. Így van. 5,7. Kijövök 5,7-tel. Legalább a hetedik hely legyen meg, mint az előbb. A többi nem érdekel, mert úgyis megyek hátra, 20-ra. Még nem tudom, Patrik, Krisztiánnak a videóját látta, de amikor is összefoglalta, hogy játszotta az alfával, vagy bétával, vagy nem tudom milyen állapotban van most a FIFA. Meg nem csak ő csinált róla a videót, hanem többen is, de ő aztán kimondta rendesen a véleményét. Én is ott is hallottam, meg még többeknél is, külföldieknél is, meg még magyaroknál is, többen is mondták, hogy... a külföldiek azok meg aztán úgy savazták, hogy... Az ilyen nagyobb streamerek, akiket több ezren néznek és csak FIFA-val játszanak, azok aztán de mondták. Nem reklámoznád, hát tudjuk nagyon jó, hogy a legnagyobb fifás itthon, úgyhogy dehogy reklámoznál. Lecsúsztam az ívről az egyes kanyarban. Egy másodpercre Bottastól, az nagyon jó. Azt a kurva, kigyorsítás, nesze. Ha az egyes kanyarban nem a rázókövön fordulok el, akkor túl széles. Ha a rázókövön fordulok el, akkor meg kigyorsításon megindul a segge. De ez száraz pályán is így van. Megpróbálok eljönni még egy körre.
Most meg levágom a kanyart. Az egyes, kettes kanyar az borzasztó. Perez jobb tőlem. Ne bassza már meg. Azonnal megbolondulok. Hát elállt az eső amúgy. Azért vagyok ilyen jó körön akkor. Hát egy 6/10-et sikerült javítani. És ezzel az üzemanyaggal valószínűleg nem érek vissza a bogba. Igen, Gergő, még én is megpróbálok kijönni. Méghozzá úgy, hogy meg se várom, hogy kifogjon az üzemanyag. Az igen, Patrik, akkor te is törölted a rendelést. Fassa. Pedig mondom, én is gondolkodom rajta, hogy elő kéne rendelni, mert csak benne lesz a BL, azért kicsit változatosabb lesz. Jó, volt egy rossz előérzeted, aha. Adják a 18 mellé a 15-öt G2-en? Azt a kurva eget. Várjunk már egy kicsit. Biztos, hogy Interrel kellett kijönni? Hol van a részdirektor? Interen van mindenki. Ja, de garázsban. Hát most lehet, hogy jó megszopattam magam. Lehet, hogy ez már szlikkes. Hát lehet, Patrik, nem tudom. Csak annyira... Évek óta vártuk már, hogy visszatérjen a BL, és akkor erre tessék, ez van, hogy egy hulladékjátékba kell, hogy visszatérjen. Azért Carpediem, mert a csapat elvárás az a 7. hely, tehát azt teljesítenem kell. A másik pedig, hogy rutin legyen a pályába, így van, ahogy mondod. Tehát úgy nekiugrani a futamnak, hogy nem mentem egy körcsát, az öngyilkosság. Hát mindegy, haltak négy ezek. Érted? Á, szuper lágyon vannak a többiek. Na most van szopás. Jó, akkor ez ennyi. Ezt benéztem. És elém is jönnek ki. Már a felvezető körön le fog tolni a pályáról. Oké, köszönjük a részvételt. Hol van a izé? Retire. Igen, konkrétan a BR-re építették az egész karriermódot, így van, meg az Európa Ligára, igen. Természetesen a 10. helyre estem vissza. És így nem sikerült teljesíteni a csapat elvárást.
join us tomorrow, where we'll be live with all the action. And until then, it's goodbye. Hamilton lett az első, Bottas, Räikkönen, Vettel, Verstappen, Ricardo, Perez, Massa, Grosjean, és én indulok majd az utolsó helyről. Hát ezt benéztem csúnyán. Ugye 1-10-2-t mentek már, hát ez 10 másodpercet kaptam. Ez bukta. Nem is gondoltam arra, hogy így teljesen fel fog száradni. Nem is gondoltam rá. De viszont az 500 pont az megvan, úgyhogy a turbó feltöltőre dobunk egyet. És Verstappen most szépen elhúz 3-1-re, 2-1-re. Mínusz 2, mínusz 1. Mondjuk még belefér, de hát azért csak jó lett volna teljesíteni. Kilencedik vagy jobb hely. Tehát az utolsóról föl kéne érni a tizedik vagy a kilencedik helyre. Hát mondd azt valamit. Oké, Patrik, hát igazad van, igazad van. Hol is vagyunk? Jó, és akkor Abu Dhabira meg is érkezik a turbó feltöltőre ez a szar. Na menjünk a versenyre. Ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Verstappen, Räikkönennel gond van, and Perez, Massa, Grosjean, Hülkenberg, and Fernando. Alonso tizedik, Perez a hatodik, Räikkönen 13, 10 rajthelyes büntetés, Magnussen 15. Pascal Wehrlein. Van Dorn ide jött mellém, és én vagyok az utolsó. Na és akkor most egy kis segítséget kérek a részdirektortól. Aha. Tehát a két Merci szuperlágyon. Vettel, Verstappen lágyon, Ricardo szuperlágy, Perez lágy, Massa szuperlágy, Grosjean lágy. Lágyon fogok elindulni én is. Jól megkavarta itt a taktikát az eső megint. És az mert a verseny vége meg heavy rain lesz. A lágy médium, tökéletes, 14 kört kell kibírni rajta. Köszi, Carpe Diem. Oké, Patrik, de ugye a FIFA-nál azt azért javítják. Tehát, hogyha most kijön valami eszméletlen nagy buggal, azt szerintem azt egyből javítani fogják. Mert nem bírom ki az esőig, Gergő. Köszi, Patrik. Nem bírom ki az esőig a lágy lágyja. Muszáj médiumot felraknom. Aha, azaz kifogás, igen. Szuper lágy lágya kellett volna akkor, nem? Ú, de sajnálom ezt az időmérős fiaskót a kurva életbe, hogy így felszáradt a végére. Még pont egy mértkörre volt idő a slicken. Egyetlen egy körre. Hello, Raven.
De úgy értem, hogy szuperlággyal indulni, és utána felrakni egy lágyat. Úgy értettem. Örülök, hogy belülről indulunk. Ó, de rossz volt a rajt. Azt a kurva. Ó, jó, oké. Opa! Többen is belekeveredtek. Ez a berepülés. Valami gond van a gumival, vagy mi van? Ja, felám, a füves volt a gumi, igen, nem gyorsított ki. Na, hát ez is szép lesz. Mégiscsak utolsó hely. Csak azt nem értem, hogy az miért van, hogyha valakinek neki pukkansz az oldal dobozának, akkor miért forgat ki a másik irányba? Muszáj volt torpedózni, meg muszáj torpedózni, mert utolsó helyről rajtolok. Fel kell jönni minden hamarabb. Harminchat kör. Jól meglógtak a többiek. Na hát akkor felzárkózás indul. Ott voltak alkatrészek. Ezt a torpedót majd visszanézzük a futam után, mert ez nem egészen értem, hogy mi történt, hogy egy kicsit neki durrantam az oldaldoboznak, és kihajított a pályáról gyakorlatilag. Igen, lehet gumiból van az oldaldoboz, igen. Na, Kwiat harcol szerintem Ericssonnal, a két nagy reményű. Így van, Ericsson megy. Megint megcsúszott a segge kigyorsításom. Ericsson az előkelő 16. helyen jelenleg. A torpedóm miatt. Ő jól jött ki belőle. Van Dorn pedig hulla utolsó. Gondolom ő meg nekem jött hátulról. Oké, Gergő, 14. körbe kell elvileg kijönnöm. Már most vagyunk 20%-on. Csak azt nem értem, hogy hogy. Na, egy dupla kúp? Nem. Jóri Eriksson mekkorát repült az előző nagy díjon a játék hibájából.
És Palmer a 15. helyen előttem. Lehet, Gergő, amiatt, lehet a megforgás miatt kapott a gumi. Lenyírtam a füvet vele. Mondjuk akkor a hátsónak kellett volna kapni. A svéd pilóta. Excess fuel weighing us down. Set the fuel mix to mode 3. Let's push. The gap to the car behind is 2.8 seconds. Vissza kellett emelnem a gázt. Az első a levegőbe volt, Gergő. Magnussen a következő, 14. helyen, és ott előtte elég sokan vannak. -32%-os volt a jobb első. Igen, Dani. Too much. Túl sok, ja. Kettő egész háromra van már csak Magnussen, ugye feltartják egymást. Magnussen előtt az egyik Williams, valószínűleg Stroll, ő is szuperrágyon, és ott pedig már Alonso megy előttük. Mondjuk Alonsótól biztonságos távolságra. Magnussen előzi Strollt, és gyönyörűen meg is előzte. Eszméletlenül lassú a Williams, eszméletlenül.
Nem is mertem bemenni mellé, inkább kihúztam a pályáról. Hello Milán, hello. Magnussen gyors. Magnussen nagyon gyors. Ötven százalékos lassan a jobb belső. Alonsoék értek utol egy Toro Rossót. És Alonso talán előzni is fog. Nem. Nem sikerült. Igen, Leo, igen, igen, igen. Ennyi szerencsém van, csak hogy feltartják egymást. Hát már 50%-os a jobb belső, úgyhogy... Ez az egy szerencsém van, hogy így feltartják egymást. Egy baszott nagy vonat alakul ki, de hogy hogy, azt nem tudom, mert az előbb még semmi jele nem volt ennek. Az egyik Red Bull is ott van. Az egyik Renault is. Nem tudom, hogy lassultak vissza így ennyire. És az egyik Red Bull előtt viszont nem tudom, hogy kimegy. Alonso jön a boxba. Elfáradtak a szuperlágyok és Sainz van előtt. Ricardo a 9. Nem akarok szuperlágyra váltani, pedig már 60%-os a gumi. Hát nem tudom, még egy kört elmegyek szerintem. Alapból a 14-be kellett volna kijönni. Á, nem. Boxdislap. Megy fel a médium. Nem szórakozok tovább. Mire körbeértem volna, felment volna 70%-ra. Viszont a médiummal, úgy engedjetek el mindenkit, azaz. Viszont a médiummal nem fogom kibírni az esőig. Bekészítünk egy szuperlágyat. Ericssonék jönnek, Alonso mögé jövök vissza. És Ericsson mögé. Alonso éppen toll le valakit a pályáról, lehet, hogy az Wehrlein, így van, össze is érnek, egymás mellett folyamatosan.
Azt a kurva! Hát satúzni kellett. Az ostobai miatt. Hát egyelőre 15. hely. Innen várjuk a fejleményeket. Hogy is mondta Palik, hogy innen várjuk a események jobbrafordulását? Azt a kurva, milyen lassú az a McLaren. És Hülkenberg 3,5 másodperccel van előttem. Weather report. 10 perc. Alonzót nem nagyon tudtam leszakítani magamról. És Hülkenbergre se tudok nagyon közeledni, hát valószínű a médium gumi. De nem baj, hát nekem meg ez kell. Rival status. Második Verstappen. Lehet a box kiállások miatt. És Perez sem volt még kint, lágyon indult ő is, akkor valószínű következő körbe fog kijönni. Teammate státusz. 5. Ricardo volt a boxban. Ricardót én és Alonso is megelőztük. Hülkenberg előtt pedig újabb autók tűnnek fel. Abu Dhabit azt nem. Abu Dhabit fingom nincs, hogy mikor tudom lenyomni. Sőt, azt se tudom, hogy az új játékot mikor tudom elkezdeni. Fingom nincs, nem tudom. Igen, Patrik, láttam én is ilyen érdekességeket. Magnussen nyerte a Monaco-inak díjat, meg ilyesmi.
Na és akkor egy hatalmas boly van előttünk megint. Alonsót Hülkenberget tartja fel valaki. És most jött ki Perez 15 kört, 16 kört nyomott bele a lágyba. Ez szép. Én meg 12-t vagy 11-et bírtam. Sokan a boxban. Jó sokan a boxban. Na hát, ha így intenék le a futamot, akkor még úgy elégedett is lennék vele. De nagy feladat áll még előttünk, ugyanis eső érkezik. Méghozzá majd heavy rain. Weather report. 15. Már az előbb 10 percet dobom, már meg 15. Hülkenbergnek is jönni kell lassan ki a szuperlágya. Hmm, 10-15 perc. Bence, köszi a követést. Hát ebből így akkor nem biztos, hogy lesz interes gumi. Vagyis inter lesz, de heavy rain már nem biztos, hogy megjön. Hülkenberg előtt megy talán Massa, és előtte pedig Perez. Vettelik már leköröznek, most látom a kis térképen. Kijönnék a boxba most, hanyadik helyre esnék vissza, 16. A jobb első már 37%. Nem fogom kibírni az esőig valószínűleg.
Igen, az egyik Williamsre közeledünk. Az lesz Massa. Hülkenbernek eszméletlen jól bírják a szuperlágyak. Senki nem esett még ki. Senki. Massa lájkeveréken van. Nem tud bepróbálkozni Räikkönen, Hülkenberg nem tud. Massa előtt pedig nagyon-nagyon messze lehet a 6. helyezett. Hát igen, az első 6, a 3 nagy csapat meg Perez. Egy jó fél percre biztos. Hülkenberg eddig bírta. Most jön ki valaki a boxból. Jól tartja magát Massa. Szabi, köszi a követést. És eddig bírta Massa is. Hamilton a 6., aki amúgy pole pozícióban rajtolt. Akkor valószínűleg ő volt az, aki visszajött elénk az előző körben. A driver in front. 6,7-re van, előtte pedig Perez, ha jól látom. És lassan-lassan jöhetne már az a kurva eső is. Weather report. 5 perc. 5 perc.
Hát 57%-os a jobb belső. Grozsan van már mögöttem. Hát nincs más választásom, Geri. Weather report. Looks like rain is inbound and we're expecting it in around 5 minutes. 5 minutes until the rain. Most ezzel az a baj, hogy elkezd esni az eső, és mire vízes lesz a pálya, mire kihívnak még. Driver behind. 15,3. Szuperlágy, meg ki se bírja ráadásul. Kénytelen lennék egy lágyat feltenni. Grozsannak problémái vannak. Jó, akkor ezt ki is használom, és akkor jövök be most. Set soft tires. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Nem, hát így nem bírom már. 66%-os jobb belső. A szuperlágya meg nem is bírom ki. A szuperlágy ez nekem 5 kör itt. Nem bírtam megelőzte Perez közben. Mondjuk az AI-nak jó, mert az AI az kibírja az esőig. Igen, heavy rain-t is mutatott. Igen. Az utolsó kocka a Severin mutatott. Muszáj voltam most kijönni, mert Grozsannak ugye problémái vannak az autóval, és ott jön mögötte egy hármasból. Na talán igen, eléjük sikerül visszajönni, és még talán Grozsan elé is. Így van. Azaz. Éppen hogy. Hát ha még egy kört ráteszek, akkor kapufa. Nem volt más választásom. Nem volt más. Kilenc kör van még. Hát még az eső az megjöhet. De nem tudom, hogy a heavy rain az belefér-e. Hello, Tomi. Aha, most egy csepp a kamerán. Ott volt. Okay, gap ahead is 29.7 seconds. Aha, esik. Fél perccel van előttem Perez. Nem bírtam volna ki, amíg felvizesedik a pálya, defektet kaptam volna, nem bírtam volna ki. Mondjuk annyi, hogy egy szuper lágy, az lehet, hogy felmehetett volna, de azt sem merem megkockáztatni, mert mondom 4-5 kör,
amennyit bírok vele menni. Jó van ez így. Így is ajándék ez már, ahol vagyok a rajt utáni torpedóm után. És még mindig nem esett ki senki. Eddig azért majdnem minden futamon kiesett valaki, sőt többen is. Az utolsó jó pár futamon biztosan. Még az a szerencse, hogy Grosjeannak az autójával gondok vannak. Hát Tomi nem volt azzal úgy különösebb gond, hogy nem esnek ki az egy, mert azért esnek ki. Csak most csodálkozok rajta, hogy nem esett ki senki, mert azért az előző jó pár futamon többen is kihullottak azért. Okay. Vettem alapot. Na, kíváncsi vagyok, mikor lesz DRS kikapcsolás, mert onnantól kezdve már csak idő kérdése az Inter. Már a 32. kör.
Még így is kapja azért a lágy keverék, 25%-os a két első kerék. És TLS kikapcsolva. Akkor... innentől kezdve várjuk az üzenetet. Aha, most jön. Mehetünk Interért. Confirm change. És az AI elment? Nem, már Hamilton lágyon van, jó. Az lett volna még a durva, hogyha az AI elmegy még egy körre. Na hát akkor utolsó három kört Interen. Többen is tovább jöttek. Ó, te jó ég. Csóriai, Palmer, tessék. Hamilton a hatodik helyre megint visszaesett. Pole pozícióból indulva. Mondjuk neki már mindegy, mert ő már világbajnok. Perez is most jött ki. Plus 41 másodpercre van Perez. Azt a mindenit mit kapok. Hát figyelj Patrik, ha azt nézzük, akkor a maximálisat kihoztam belőle. Ugye a három nagy csapat és Perez elhúz. Ott legközelebb már csak a hetedik hely, ami megfogható. Úgyhogy ki tudtam szedni a maximális eredményt ebből a futamból. Na már csak 26-ra van Perez. Akkor most... ja, az a 41, az a box kiállás előtti idő volt akkor ezek szerint. Nem mentem át még a rajtszélvonalon. Most valószínűleg egy lekörözöttet érnék utol.
És akkor lassan megkezdjük az utolsó kört. Hú, milyen boly megy ott a második szektorba lekörözéseknél, azt a kurva. De jó lenne most ott lenni a többiekkel. Na hát ez egyre jobban esik. És Vettel megnyerte. Vettel a negyedik helyről megnyerte. Akarom mondani harmadikról. Mert ugye Räikkönen megbüntették. Hogy elkezdett tömleni. Ez már nagyon kemény így. Na, Ericsson papát le tudom körözni még? Úgy néz ki, igen. Hú. Ez hosszú volt. Kösz is rátok. Just what set them apart from the competition here? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. Köszi Kárpe, köszi Patrik, köszi Milán, köszi Leo, köszi Tomi. És akkor Bottas lett a második, Räikkönen lett a harmadik a 13. helyről. Köszi Gergő, köszi SD. Räikkönen 10 helyet jött fel. Harmadik lett az időmérőn, megbüntették és visszajött a harmadik helyre. Hát hogy ez hogy? Ez fingom nincs. Gondolom a driver of the day az... az én leszek, nem Räikkönen. Anthony Davidson, who would you go for? Well, I'm going to have to give it to the Force India driver today. They pushed and pushed and found some fantastic performance. It was just a pleasure to watch. It may already be wrapped up, but let's look at the constructors standings. It was a tough race for our championship leaders who... Hát Vettel a harmadik helyről megnyerte Bottas. Második lett Räikkönen, 13-ról harmadik, valószínű a két kiállás miatt amúgy. Verstappen lett a negyedik, Hamilton az elsőről az ötödik. Perez maradt a hatodik helyen, akkor én feljöttem a hetedik helyre, Grosjean maradt a nyolcadik, Ricardo visszaesett az ötödikről a kilencedikre, és Alonso tizedikről rajtolt, és tizediken ért célba. A harmadik pontszerzése a McLarennek az évben, és Alonsónak is. Massa 11, Magnussen, Kwiat, Hülkenberg, Van Dorn, Palmer, Stroll, Sainz, Wehrlein és Ericsson lett az utolsó. Azt mondja, hogy részdirektort akartam még nézni, volt-e valami? Hát igen, itt az első körben Strollal ütköztem ezek szerint, Ricardo pedig Verstappennel, Magnussen Kwiattal, Kwiat Magnussennel, ugye szerintem ott az egész sort összetoltam. A 32. körben Hamilton lekörözés közben találkozott Wehrlein-nal, és nekem volt két figyelmeztetésem. Azt, hogy nem is... vettem észre, egyre emlékszek. Mondjuk mindegy, ha büntetést kaptam volna. És akkor nézzünk csak egy rajtot. Hamilton is hogy esett vissza ennyire? Aha,
Aha. Igen. Nem oldaldoboznak mentem neki, hanem keréknek. Az volt a baj. Ha az oldaldoboznak mentem volna neki, akkor még meg is úszom. Aha, így van. És az úgy ki is forgatott, ráadásul ott volt Palmer a túloldalon. Ez volt itt a probléma. Igen. És akkor hátra jövünk. A Donhoz. Aha, megállítottam az egész sort? Igen. Ott csináltam egy 180-at, és megállítottam az egész sort. Itt meg nem tudtam kigyorsítani, mert hátsó kerekeken ott volt a fű. Aha, ott meg is indult a fal felé. És itt megállt az egész sor miattam. Itt még Hamilton, Bottas, Ferrari, Red Bull, Perez. Ó, tényleg Räikkönen nézzük csak meg. A 13. helyről. Nem rajtolt jól, hát ugye lágyon jött el. Ó, ott voltam én, oké. Talán a Renault meg tudta előzni, igen. Utána a Stroll lesz az. Strollt is meg tudta előzni. Az egyik Haast is megelőzte. Vagy itt már volt box kiállás, akkor az egy hangyányi elfékezés volt. Hát valószínűleg a izé miatt, a két kiállás miatt jött fel, de 10 helyet feljött, az igen. Meg hát ugye azért előzgetett is. Azt a mindenit. Ezt nem gondoltam volna, hogy ő 13-ról dobogós lesz. Hamilton meg elsőről visszaesett az 5-re. Itt robbantam be. Aha. Gondolom Stroll ebből semmit nem érzett. Hát egy picit arrébb tereltem. Ú, de kár volt ezért. De nem baj. Egy pici ütést érzett csak. Jól van, nézzünk egy állást akkor így. 6 pontot szereztem, Perez 8-at. Hát most a Red Bull hozott rajtunk. Mondjuk annyi a szerencső, hogy Ricardo csak a 9. lett. Hamilton vezet 44 ponttal Bottas előtt. Bottas pedig Räikkönen előtt 5 ponttal. És én előttem ugye Vettel így már ellógott. Ugye 8 pontos különbség az már így megnőtt. Verstappen megelőzte Ricardót, így feljött a 6. helyre, Perez lett a 8, vagy Perez marad a 8. 110 pontos. Hát így Vettel ellógott, így már a 4. helyről le is mondhatok. Ugye ez az utolsó helyes indulás, ez így húzós volt, és 81 pont a Merci előnye. Megvan a konstruktőri világbajnokság már a Mercinek. A Ferrari pedig kereken 200 ponttal vezet előttünk. Mögöttünk érkezik a Red Bull. Azt már megtartjuk azt az előnyt. Haas, Toro Rosso, Renault. Williams is ugye Alonso szerzett 1 pontot. 2 pontra a Williams-től. Hát nem hiszem, hogy utol tudja őket érni. Alonso, nem a McLaren, hanem Alonso a Williams az utolsó nagy díjon. Räikkönen óriásit ment. Két kiállás az meghozta a gyümölcsét. Átugrunk Abu Dhabiba. Kaptam egy 120 pontot egyszer, meg
20-at még egyszer. És akkor Verstappen így 5-6-3-ra, hát 3 egységgel vezet, de hát már most az utolsó nagy díj jön, úgyhogy egyet léptünk előre, ugye Perez legyőzött minket. Ez se nagyon osszoroz már ez a dolog. Jaj, ne, ezzel ne. Mondjuk Checkpoint Challenge Monakóba, a régi McLarennel. Hát megnézzük. A régi McLaren azért csábító. De gondolom esni fog az eső, ahogy láttam. Nem nagyon szeretem ezeket a challenge-eket. Aha, ömlik az eső. Hét egész 4 kilométer kéne legurítani. Természetesen nem bírok megállni. Jó, keskeny ez az autó, nem olyan széles, mint a mostani.
utálom ezeket, de csak a McLaren miatt csináltam meg. Igen, Patrick, ezért mondom. És akkor Abu Dhabi. És meg is jött a megbízhatósági fejlesztés a turbófeltöltőre, hát ha nem fog annyira elkopni most már, mondjuk hiába beszélek, ez az utolsó futam már, úgyhogy tudom, Gergő, hogy van választási lehetőség, nem szoktam menni általában, de mondom, most csak a McLaren miatt mentem. És akkor hogy is vagyunk, mint is vagyunk? Át kéne cserélni a hulladék alkatrészeket. Az első szabad edzés majd így kezdjen meg. 85%. 93. 90. Akkor berakom ide is a... Ez 75-ös, ez 90-es. Berakom ide is azt. Ez 80-as. Oké. Na így, füstölni fog, mikor kimegyek. A váltó az 9%-ot kopott. 9-et egy verseny alatt. Tudom, Geri, tudom. Tudom, hogy nem nekem írt, csak mondom. És akkor ennyi is lenne szerintem. 152 fejlesztési pont, ez már ugyan mindegy így az utolsó futam előtt. Srácok, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, meg hogy velem tartottatok, mind itt a Twitch-en és majd a YouTube-on is, mert ez majd megy át YouTube-ra ez a live. Nem tudom, hogy mikor jövök a szezonzáróval, és azt sem tudom, hogy mikor jövök a 18-as karrier nyitófutamával, Ausztráliával, nem tudom. Azt majd, mint ahogy most is Leónak a Krovos oldalára kirakom, és... Nem tudom, vagy lehet, hogy még a hétvégén, vagy már csak a jövő héten, nem tudom. Úgyhogy köszi mindenkinek a figyelmet, jó játékot majd az F1-18-al, aki megvette, meg jó hétvégét és jó szurkolást a belga nagy díjhoz. Köszönöm mindenkinek, hogy itt tartottatok velem, így csütörtök délelőtt. Találkozunk majd legközelebb. Mondom, ki lesz írva majd az oldalra. Sziasztok, szavaztok, további szép napot!